Csendes a Krúdi Gyula gimnázium környéke, ami érthető is, mivel a falak között épp emelt szinten érettségiznek a diákok. Az intézmény idén 33. helyen végzett az országos 100-as listán. A Krúdi Gyula gimnázium képzési profiljában a természettudományos tárgyak kapnak nagyobb hangsúlyt, és ez nagyban meghatározza a leendő krúdis diákok összetételét. A rangsorolásnál több mérési eredményt is figyelembe vesznek. Nagy örömünkre szolgál, hogy belekerülhettünk az illusztris társaságba, de már nem először vagyunk ezen a listán. Elsősorban a tanulmányi érettségi eredmények, tanulmányi versenyek eredményei és az országos kompetenciamérések eredményei alapján készítik el ezt a listát. Ezek a fiatalok pedig már a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum és Kollégium diákjai. Itt a 100-as lista a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján a tanulók bemeneti és képzési kimeneteli teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készül. Az elemzés vizsgálta, hogy a tanulók milyen tanulmányi eredménnyel érkeznek az intézményekbe, hogyan aránylik az évismétlők száma az intézmény tanulói létszámához, és milyen eredménnyel teszik le az érettségi vizsgát. Szabó Attila elmondta, nagyon büszkék arra, hogy eredményeik alapján az 5. helyre kerültek. A felvételi jelentkezések számában is érezhető az iskola népszerűsége. Évekre visszamenőleg többszörös túljelentkezés tapasztalható az intézményben, és jelen pillanatban 4 osztályt indítunk a következő 23-24-es tanévben. Ebből 2,5 osztály gazdálkodás és menedzsment ágazaton, másfél osztály pedig informatika és távközlés ágazaton fog tanulni, és minden helyet be tudtunk tölteni, sőt még a fellebezésekkel egészen 35-36 főig tudjuk feltölteni az osztálylétszámokat. Az intézmény a Nyíregyházi Egyetemmel közösen új képzési programokat dolgozott ki, mely új távlatokat nyit meg a szakmát tanulni vágyó fiatalok körében. A 2020-as szakképzési törvényváltozással adódott egy olyan lehetőség, hogy okleveles technikus képzést indíthatunk, ami azt jelenti, hogy a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve dolgozhatunk ki képzési programokat, és mind a pénzügyi számviterügyi intéző szakmára, mind pedig a szoftverfejlesztő és tesztelő szakmára ezt megtettük, és már most a 2021-es tanévben indult képzésnél a pénzügyi számviterügyi intéző szakmára, 2022-ben pedig az informatika és távközlés szakmában tudtuk elindítani az okleveles technikus osztályunkat, és most 2023. szeptembertől már az érettségített diákok is, a csak szakmára jelentkező diákok is tudnak élni ezzel a lehetőséggel, ami azt jelenti a későbbiekben, hogy ha valaki ebben a képzésben végez, akkor a továbbtanulás, a szakirányú továbbtanulásban akár 2,5 évet is tud rövidíteni a felsőfokú tanulmányaiban, a kreditbeszámításoknak köszönhetően. A technikumi rangsor listáján szerepel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium, és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum is.